Ismét megrendezték az elmúlt években is nagy sikereknek örvendő Fülöp a Különc futóverseny Bodrogkeresztúrban február 24-én. Az esemény szervezője a Bodrogkeresztúr Jövőért Egyesület volt. Ez már egy 8. alkalom. Egyesületünk egy ilyen baráti beszélgetés alkalmával alakult, és következő éven megfogalmazott bennünk azt, hogy ugye évkezdésként, mint sportesemény, mint közösségépítés is egy valamilyen rendezvényt kellene szerveznünk. Ugye akkor még Fülöpünk élt, és az ő tiszteletére szerveztük ezt a futóversenyt, így évindítónak. Mai nap folyamán most Kiskatáék által egy pici koncert is van itt a indulás előtt, majd nem sokára lesz egy bemelegítés, ugye már a regisztráció az 8 órától zajlik, bár már sokan előre is regisztráltak. 10 órakor indul a futás, ami fönt a Dereszadom tetején ér véget, ott lesz egy eredményhirdetés, pici vendéglátás, kis fánkkal, meleg tejával fogadjuk a versenyzőket. Előregisztrálta több mint 300 fő volt, tegnap még vissza kellett nyitni a regisztrációt, mert még mindig szerettek volna, ugye a pénteki délelőtt folyamán lezártuk a regisztrációt, de délután vissza kellett nyitni, mert még akartak regisztrálni, tehát ott közel 400 fő volt már a regisztráció, de itt is nagyon sokan regisztráltak, még pontos számot nem tudok, de a 500 főt közelíti. Mondhatom azt, hogy nemzetközi, tehát Nyíregyháza, Miskolc, de Szlovákiában is jönnek rendszeresen futni, és most például egy olasz futónk is van. Tehát a kategóriákat az úgy határoztuk meg, hogy minél több embert tudjunk jutalmazni, hogy van junior, felnőtt és senior, férfi és női kategóriák, de külön díjazzuk a legidősebbet, a legfiatalabbat, sőt még óvi futamunk is van, ahol az óvodások egy pici ilyen kis 100 méteres távon fognak majd fönt a Dereszadom tetején futni, de igazából mindenki kap egy emléklapot, kap egy kis tikettet, egy gólyás csokoládét, tehát mindenki valami kis aprósággal távozik tőlünk. Én úgy gondolom, hogy egy szép kis település vagyunk, tehát a közösségépítésen belül ugye a Bodrogkeresztúr Jövőért Egyesületnek ez az elsődleges célja, hogy a helyi közösséget építse, de úgy gondolom, hogy be kell mutatnunk más embereknek is, és pont ez a futás, ami eléggé sok ember távoli részekről is az országnak ide vonz, ők is megérhetnek a falunkat, és akkor nyáron visszatérhetnek hozzánk. Az ország több pontjáról, sőt még a határon túlról is nagy számban érkeztek futók a településre, hogy teljesítsék az 5 kilométeres távolságot. Az egészen fiatal korosztálytól már az idősebbekig felsorakoztak a megmérettetésre. Többen kis kedvencüket is magukkal hozták az eseményre, akik szintén lelkesen készültek a futásra. Maga Fülöp is képviseltette magát, habár már csak jelmezve bújva idézték meg az ismert gólya alakját. A Művelődési Ház udvarán gyülekeztek a megjelentek, akik a Kiskata zenekar műsorára készülhettek az indulásra. A helyszínen Rozgonyi István, a község polgármestere köszöntötte a versenyzőket. Büszkeségét fejezte ki, hogy kis településként képesek már 8. alkalommal megszervezni ezt az eseményt. Köszönetét fejezte ki a Bodrogkeresztúr Jövőért civil szervezetnek, valamint a közreműködő önkénteseknek és a község minden lakosának, akik hozzájárultak a verseny megvalósításához. Dr. Kon Zsófia, a térség országgyűlési képviselője is szólt az egybegyűltekhez. Örömmel látta az eseményt övező lelkesedést és a nagy számban gyülekező versenyzőket. Kiemelte többek között a térség büszkeségét Fülöpre, aki állandó lakója volt Bodrogkeresztúrnak. 2006-ban költözött a településre, amit nem hagyott el ezek után többé. Ugyanakkor hozzátette, hogy a szeretett gólya emléke mellett ez az esemény a mozgásról, az egészségről és a közösségépítésről szól. A versenyszervező egyesület célja a település kulturális örökségének védelme, hogy egy fiatalok számára is élhető községet alkossanak. A versenytechnikai információit Fekete Gyula részletezte. Az épület elől indult el a futam, ahol már sokan megpróbáltak az élre törni, és minél jobb pozícióval kezdeni a megmérettetést. Onnan a gát felé vették az irányt. Itt már kiéleződni látszottak az előnyök és a hátrányok, de még hosszú út állt a futók előtt. A saras-dombos útviszonyok között gyorsan változtak az állások. Végül a Dereszladombra kellett felérniük a célhoz, ahol már izgulva várták őket a szurkoló hozzátartozók, ismerősök és érdeklődők. Nem is kellett sokat várni az első befutóra, aki a verseny abszolút győztese címet nyerhette el ezzel a kiemelkedő eredménnyel. Kohári Szabolcs Gábor mindössze 17 perc 27 másodperc alatt teljesített a távot.
Elsősorban is nagyon szeretek visszajönni a Boldogkeresztúra, tehát ez már a 6. alkalom, hogy minden éven itt vagyunk. Nagyon jó, mert itt a környéken ez így az első verseny. Most összességében egy ilyen edzésnek szántam. Múlt héten maratont futottam, és akkor így kiegészítve még utána szerettem volna még egy tempósat futni, és ez így pont alkalmas volt erre. Minden éven ugye majdnem változott a pálya, hol ki volt bővítve 7-8 kilométerre, hol egy kört tettünk ugye a faluban. Valahol ilyen 17 és 18 perc környékén értem be az előző években is, talán egy-másfél perccel rosszabb volt a mostaninál. Én ezt sokkal jobban szeretem, mert ez így az ikonikus, amikor elsőnek is rajtolt, akkor pont ugye ide futottunk fel, és én szeretem, ha kifejezetten ez a kör megy. Csúszós volt főleg a földutas gátrész. Összességében ugye ugyanolyan, mint a tavalyi. Én összességében is mindig azt szoktam mondani, hogy örülök, hogy megy ez a sport, és magamhoz képest jó eredményeket tudok elérni. Ha egyet ki szeretnék emelni, akkor talán a 2 évvel ezelőtti Budapest maratonon elért 2:41 perces futás volt, de mindegyik másért és másért volt emlékezetes, és más és más érzéseket váltott ki, de ezt gondolom minden futó máshogy éli meg minden egyes versenyét. Hamarosan egyre többen léptek át a célegyenesen, így a Dereszladon megtelt élettel. A futók és minden várakozó megpihenve az eredményekre várva töltötte el az időt. Ehhez hozzájárult a vendéglátás, amivel fent fogadták őket. A jókedvű beszélgetéseket megtöltötte az izgalom és a büszkeség az elért eredményekre, amelyeket rövidesen ki is hirdettek. Minden jelenlévő díjazott ajándékban és éremben részesült. Először az ovi futam helyezései kerültek kihirdetésre, akik ügyesen helytáltak a saját teljesített távokon. A junior női kategóriában Takács Tíma állhatott a dobogó felső fokára, amiben második helyezést ért el Konyári Kinga és harmadik helyen végzett Leskó Kinga. Junior férfi indulóként Vegera Dániel állhatott a dobogó tetején, második helyen végzett Tóth Milán és harmadik helyen Gyurán István. Pálfiné Gulyás Vera felnőtt női kategóriában ért el első helyezést, ahol második lett Ménes Anita és harmadikként ért célba Virovec Viktória. A felnőtt férfi indulók közül Kohári Szabolcs Gábor ért el gyorsabban célba, akit Jedinszki Gábor követett, és harmadik helyen végzett Soltész Péter. Az idősebb szenior női versenyzők közül Nagy Anna teljesítette legrövidebb idő alatt a távot, aki Dravanszné Kovács Judit és Hódi Mária követett időben. A szenior férfi felső dobogósa Szerencsi Attila lett, valamint második helyen végzett Török Attila és harmadik helyen Dajnics Béla. Továbbá értékelték a futam legfiatalabb és legidősebb indulóját is, valamint a legmesszebbről érkező versenyzőt is. A verseny és az azt követő várakozás is végig barátságos hangulatban telt el. Az idei sikernek köszönhetően jövőre ismét tervezik megrendezni az eseményt, amire szeretettel várnak minden sportolni vágyó érdeklődőt.